estét kívánok, kedves nézők! Ma újra szoríthatunk majd a 11 fős A csoportú versenyben az 57 kg-osok között magyar fiúért is. Az olimpiai ezüstérmes Messi István lép majd dobogóra, aki egy különleges segítséget kapott a mai versenyre Juci nénitől. De hát erről majd később. Hát valószínűleg sikerült jól ráhangolódni a versenyre Messi Piskának, mert amikor a bemelegítő teremben meg akartam szólítani, akkor csak elfordította a fejét, hogy hagyjam, ne is szóljak hozzá, ne zavarjam, ne zökkentsem ki semmiből. Minden esetre annyit azért, ha nem is tőle, de sikerült megtudni róla, hogy a fogyása jól sikerült. Ugye, Péter? Igen, ő egy 2,5-3 kilót fogyasztott, ez a testsúly 5% körüli fogyasztás az szinte ideális, annyi kell is. 150 kilogrammon. Bacakó Pétert hallották az imént, szakkommentátorunkat. Mit lehet mondani egy ilyen első fogás után? Hát most kezd visszamenni a vérnyomásom, kicsit felugrott. Nagyon bíztam Pistába, hogy ezt a 150 kilót kiszakítja. A szakítás erősebb nála, tehát a lökésnél. Itt kellett volna minél több gyakorlatot megcsinálnia. Sajnos ez abszolút szétesett mozgás volt, nem uralta, egyáltalán nem uralta. No, Pista, nagyon sokan jöttek Kecskemétről, akár SC versenyzője, hogy drukkoljanak neki, de hát gondolom senki sem számított arra, hogy ennyire kell drukkolni, hogy javítani kell a bemutatkozás után rögtön. Ez az a második súly is összenyomja. Hát ez valamivel jobb volt, de hát múlt hét kedden nem voltam Tata edzőtáborban, ott fáradtságra panaszkodott, úgy tűnt, hogy fáradt egy kicsit. Később Kassa György, az egyeset edzője, mondta, hogy már jobban van, pihent, ugye az utóbbiba bíztam. A közönség természetesen tapssal köszönti Messi Istvánt, igaz, gyöngült a taps ereje, de azért nagyon-nagyon bízunk benne, hogy a harmadik fogása meg lesz. Eddig még soha nem esett ki világversenyen, soha egyetlen alkalommal sem. A Reimsi Európa bajnokság volt az egyetlen, ahol nem tudta befejezni a versenyt, de hát ott egy izomgörcs szólt közbe, és azért nem volt 6 fogás után végeredménye. A szakítása jobbik, az erősebbik fogása. Az olimpián, Szőulban ő volt az első ebben a fogásnemben, igaz, akkor még egy súlycsoport a fejjel. Pista a második kiesője ennek a csapatnak. Hát egyszerűen nem tudok szóhoz jutni. 14 éves múlt a tapasztalattal rendelkező, bíztam benne, olimpia sűrű levegőjébe edződött. Nem tudom, szóval ez egyszerűen szinte reménytelennek tűnt. Hogy állhat be egy ilyen rövid zárlat, egy hosszan tartó rövid zárlat egy ilyen tapasztalt versenyzőnél? Lehet, hogy az edzés, illetve a verseny előtt, amit mondtál, hogy ideges volt, érezte talán. Kedden, amikor nem volt a edzőtáborban, fáradt volt. Talán nem pihente ki magát. Se idegileg, se fizikailag. Az a benyomást keltette. Hát gondolom nem ilyen születésnapot képzelt el magának László Imre doktor, a magyar csapatorvos, aki ma 44 éves, szívből gratulálunk, de hát egyben nagyon sajnálom, hogy ez a Messi Pista ma nem járul hozzá ez az ünnepséghez, ha egyáltalán lesz. Mi most a hangulatot lent az öltözőben, ahonnan jöttél, mire hivatkozik, mit mond Pista? Hát sajnos elég objektív oka van. A román versenyző, aki 30-on kezdett, és utána sérülés miatt visszalépett, annyi idő esett ki, hogy gyakorlatilag teljesen fölborította a melegítését. Köszönöm szépen! Önök kedves nézők most a kínai Lügangot látták, aki másodszorra rontotta a 152 felet, de hát ez nem bánt bennünket annyira. A kínai Lügang végül is bent maradt a versenyben, neki sikerült harmadszorra kiszakítania a kezdőfogását.
a 152 és felett. Aztán ugrott a mezőny előre, következtek a 155-ös fogások. A bolgár Jordanovnak nem ment, és nem ment annak a román Andrei Socacinak sem, akit a szovjet csapat vezetőedzője Vasily Alexeev a verseny legesélyesebbjének mondott. 155-ön viszont javítania kell. A szakítás az erőssége, ebben a fogásnemben aratta eddigi legnagyobb sikereit, bár az összetettben is már többszörös érmes, de hát a szakításban EB-n, VB-n, sőt a Los Angeles-i olimpián is az első helyen végzett. Ingo Steinhofer, most már Németország, valamikori NDK-beli versenyző, 155 kg-on próbálkozik a harmadik fogása ez a versenyben. 82,5-ből visszajött a 75 kg-ba, annak ellenére, hogy nagyon sűrűnek tartja itt a mezőnyt. Az első gyakorlatát rontotta, és az utolsót. Marad az egyetlen érvényes, a középső, a 150, amivel e pillanatban, mint látták a képen, a hetedik helyen áll. Annyit hozzátennék, a szakítás, tehát nem csak erő, hanem ugyanleg az 50% idegi állapot kell, tehát ideális íven kell húzni végig. Na most, ha bármi kihagy az ívből, akkor vagy elő, vagy hát ráesik le a súly. A szakítás nagyon, azt hozzátenném, a szakításban nagyon keveset lehet korrigálni. Eddig még egyszer sem kellett korrigálni ennek a fiatalembernek, Vasil Vanevnek, akit most látnak a kedves nézők, 145, aztán 7,5 kg-os ugrás után 152,5, most pedig 155 kg. És azok között, akik leginkább beleszólhatnak az érmek elosztásába, az ő testsúlya a legalacsonyabb, és ez fontos megjegyezni, itt Blagoj Blagojevet látják, aki még mind a mai napig is tart világcsúcsot, az egyik legrégebbi világcsúcs az ő nevéhez fűződik épp a szakításban a 90 kg-osok között, jelenleg a bolgár válogatott másodedzője. Szóval ennek a fiatalembernek még 74 kg sincs a súlya. Ez nagy előny lehet, ha hozzá társul egy jó 155, az nem társult. A harmadik fogását ő is elrontotta. Úgyhogy akik eddig befejezték a versenyt, szám szerint idáig hatan vannak a 11 fős mezőnyből, közülük egyik versenyző sem tudott felmutatni három jó fogást. De egyáltalán a világbajnokságon eddig összesen, és most már a felénél tartunk, csupán egyetlen olyan súlyemelő van, aki mind a hat fogását teljesíteni tudta sikerrel, a japán Muraki. Jordanov következik most, 155 kg. Javít. Igen, ez van, amiről beszéltem. Dobás után, utána húz, és végig csinálja, amit kell. Hát ez a súly is úgy volt kiszakítva, hogyha itt csak egy vagy két milliméterrel hátrébb kerül, ezt már nem tudja megfogni, az egészen biztos. Igen, ami hátra kerül, az a legritkább esetben lehet megfogni. Ami elől van, elől lóg egy-két centit, azután még alá lehet lépni. Hát ez a 155 még nagyon sokat hozhat minden esetre Jordanovnak, hiszen ezt a súlyt eddig még csak ketten teljesítették, a román Andrei Socaci és az észak-koreai Chon Chol-ho. Hát hogy a gyakorlat után is a falba kell verni a fejét, ezt most még nem tudhatjuk a szovjet Fjodor Kassapunak. Minden esetre a koncentrálás eme sajátos módjával közelíti meg a dobogót, és az ott a lába előtt békésen szunnyadó, heverő, e pillanatban alvó oroszlánként nyugvó 157,5 kg-ot. Második fogás, és ez a súly elől van, ezzel viszont azt hiszem nem igen lehetett volna mit korrigálni, annyira elő volt. Igen, gyorsan akart vele bánni, ez így nem megy. Tehát végig kell csinálni, ha nem bírja, idegileg nem bírja a cérnával, akkor ez a vége. Hát végig húzza, rövid,
nem tud ráfeszíteni. Magasság úgy nézett, hogy megvan, de nem tud ráfeszíteni, akkor így előjön. Következik Chon Chol-ho. Eddig már megszokhattuk, hogy az észak-koreaiak igazi erőművészek, nem a bámulatos technikájukkal rénak ki a mezőnyből, hanem fantasztikus erejükkel. Hát Chon Chol-ho ez alól nem kivétel. 155 volt az első fogása, kétszer is bele kellett billennie, utána kellett valamit javítania, korrigálnia, de megcsinálta. Jön a 157,5. Azt hiszem, a 155 kg a választóvíz, aki ezen túljut, hiszen 157 és felett kihúzza, akkor nagyon nagy lépést tehet a világbajnoki cím felé. Átbújt alatta. Igen, nagyon szépen indult, körülbelül úgy, mint a 155-ös, tehát a kezdőfogása, de itt teljesen a vége hiányzott. Íves volt, ezt feltétlenül kell mondanom, hogy íves volt a gyakorlat, ez a tipikus, hogy nem lehet megfogni. Egy mondatban íves volt jelenti, hogy? Hogy rossz. Szóval egész laposan kell húzni, tehát nem tudom más a jellemezni, egész laposan kell húzni ahhoz, hogy meg tudja fogni. Mondhatom így magyarán szólva, a testéhez közel, a lehető legközelebbi vonalvezetéssel, hogy ne kapjon egy ívet a teste előtt, és úgy ne tegyen meg egy fölösleges plusz utat. Igen, igen. Na nézzük akkor, Fjodor Kassapu következik. 157,5, ezzel fejezi be a szereplését. Kassapu, aki eddig még soha nem kapott lehetőséget, most Vasily Alexeev, az újdonsült tréner halászta őt elő valahonnan. Csak szovjet túlióbeli vagy kisebb nemzetközi versenyeken indulhatott korábban. Most a 157,5-lel meghálálta a bizalmat. Azért ezen egy picit érdemes elgondolkodni és megállni, hogy honnan kerülnek elő hirtelen a Szovjetunióból, Bulgáriából eddig kevés ismert versenyzők, és nem hiszem, hogy nincs összefüggés a Dónike módszer bevezetése és ezen tény között. Igen, nagyon nagy tartalékokkal rendelkeznek, és a 5., 6., 7. ember is nagyon nagy eredménye képes. Tehát bárkit tud helyettesíteni. No, most jön Chon Chol-ho. fél. Változatlan a súly. Amennyiben teljesítené, akkor is Kassapu mögött van, hiszen a testsúlya nehezebb. Igen, 25 dekával, ő valószínűleg az összetett érem lebeg a szem előtt. Igen, mert a lökésre bejelentett fogások sorában az övé a legmagasabb, 195-öt tervezett edzője. Chon Chol-ho tavaly még csak 150-et tudott, ehhez képest itt már van egy 155-je, és a 157,5 mellett még kérdőjel néhány másodpercig. Feltétlen képes rá, egy pillanat múlva eldönti ő, de most nagyon figyel. Figyeljünk mi is. Ez egy nagyon kevésen múlt, de lejött, szóval... Ez ugyanolyan három piros, mintha csak tért fölé emeljen. És micsoda különbség. Igen. Következik a szakítás utolsó gyakorlata. És a versenyből most már csak egyetlen egy fogás van hátra. Andrei Socaci. És mint már annyiszor, megint ott van a kezében a lehetőség, hogy a szakításban megszerezze az első helyet. Mint már mondtam,
nyert Los Angelesben, Söder tejében, Karmalstadban, Reimsben. Igaz, az már elég rég volt, 87-ben, akkor nyert utoljára a szakításban. És ami nagyon érdekes, hogy általában mindig testsúly különbséggel lett első, minden egyes alkalommal. Most viszont az összes esélyes között az ő testsúlya a legnehezebb. Ennyit fordult azóta a helyzet, úgyhogy most kilóval kell nyernie. Magyarán szólva 160 kg következik, ennyi kell az első helyhez neki. Ő vagy Kassapu? Nem ő. Nem ő, Kassapu tehát az első, 157,5-lel, és a mezőnyben, mint ahogy erre már korábban utaltam, nincs versenyző, aki három jó fogást tudott volna felvonultatni. Többször volt már Messi Pista is olyan helyzetben, mint az imént most a román Andrei Socaci, hogy ha teljesíti a gyakorlatot, akkor első, ha nem, akkor a negyedik helyre csúszik. Hát a románnál ez áll most elő, a negyedik helyen zárja az abszolút élvonalat. Előtte Chon Chol-ho és Jordanov ugyancsak 155-tel testsúly különbséggel, és a versenyben a világbajnoki újonc Fjodor Kassapu vezet 157,5-lel. Messi István térdsérülése miatt a hírek szerint nem indul el a lökésben. Az biztos, hogy nem indul el a hírek szerint a térdsérülése miatt. Úgy látszik, hogy Juci néni, akit a súlyemelő szakmában és a sportszakmában csak Ficam Juciként tartanak, nyilván ő sem tudott rajta segíteni. Ez a természetgyógyász, akiben Messi nagyon hisz, Kecskemét közelérből állandóan járja a válogatott edzéseit, és akinek tud segít, nagyon sokat segített Messinek is. Tehát ez alkalommal úgy látszik, hogy Juci néni keze sem tudott csodát tenni. Vasil Vasev, Vanev, 180-187,5, ugyanaz a játék, ami a szakításban, tehát 7,5 kg-os ugrás. Bebiztosította a helyét. Az első fogása után jöhetett ez a magasabb gyakorlat. Nurikian, Blagojev, Nikolov mindnyájan elégedettek, úgy tűnik. Elmondanám a gyakorlatáról, itt 180 fölötti súlyoknál már, tehát természetesen minél nagyobb súly, annál nagyobbnál érvényesül a rúd ruganyossága, tehát rugó, ezt ki lehet használni úgy a felállásnál, mint a kilökésnél is. Ha valaki jól csinálja, akkor segít a versenyzőnek. De ha nem, akkor viszont menthetetlenül rossz a gyakorlat. Hát nagyon kis dolgokon múlik itt minden, és a súlyemelés tipikusan az a sportág, ahol mivel másodpercekről van csak szó, nincs nagyon idő, lehetőség, de főleg idő a korrigálásra, hogyha valami csak egy kicsit is nem ott akad ki, súlyemelő nyelven szólva, ahol kell, akkor ahhoz már igencsak komoly erő meg tehetség kell, hogy azt javítsa a versenyző. Jordanovnak javítania kellett a 180-on, aztán sikerült, másodszorra kilökte, és most a 187 és felett is megcsinálta Jordanov, és ezzel e pillanatban a versenyben az élre ugrott, hiszen 155-öt szakított, és 187 és felett lökött. Tehát 342,5 kg az összeredménye. Itt lehetett látni, jó ütembe kapja el a kilökést. Azért mondják súlyemelők egymás között, hogy érzi a mozgást. Tehát ott nem lehet gondolkodni mozgás közben, hanem egy villanásnyi idő alatt eldől minden. Miközben önök a román Andrei Socaci első fogását látják 190-en, megérkezett Messi István is ide a közvetítő állásba. Csak két rövid kérdés, Pista, miért nem indultál el a lökésben? Fizikailag nem tudtam, lelkileg meg szintén nem. Fizikailag mi történt? A térdemet megnyomta a bemelegítés, négy szakító gyakorlat. Azután gyorsan ki kellett jönni, nem sikerült három fogás is.
Ha jól tudom, még az életben nem fordult veled elő, hogy kiestél volna, nem, ugye? Nem is emlékszem. Pista, mivel sírásra hajlik a hangod, csak egy finom kérdést. Hogy leszel képes ezen túltenni magad? Nem tudom. Azt hiszem vége. Hát azért ne ilyen tragikusan fogsz fel. Holnap újra megkérdezzük, jó? Köszönöm, Pista. Köszönöm. És közben láthatták Socacinak a gyakorlatát is, a 190-en jó fogás volt. A német Ingo Steinhofer következik most, kedves nézők, befejezi szereplését a világbajnokságon. Egyetlen egy jó szakítása volt, 150-en ezzel a hetedik helyen kötött ki. A lökésben viszont eddig nem tudott hibázni. 180, 187 fél, és most 190 lehet. Levegőt cserél, kivár. És nem bírja kilökni. Egy nagyon küzdelmes felvétel után. Igaz, hogy kilőtte, kinyúlt a karja, de nagyon elő volt. És ez annyira, a 190 kilós teher szinte az előlévő a lábára nehezedett. Ezt már nem lehet megtartani. Elkészül Bulut Sunai, Törökország. Lee Van from China is called. Itt lehet látni, mikor halad fel a súly, és lóg, nyomja az előlévő lábát, nem. Ezt nem lehet megtartani. Következik a kínai Lü Gang. A kínai versenyzők elég sajátos módon szerepelnek itt a világbajnokságon. Nem egynél előfordult, hogy ide utaztak, aztán három szakítás után már ki is estek a versenyből. A mai nap kicsit jobban megy nekik, általában harmadikra mindig bent maradnak. Így volt ez Lü Ganggal is, aki a szarajevói junior világbajnokság első helyezettje volt, a harmadikra bent maradt a szakításban, lökésben a kezdőfogását megcsinálta 182,5-en, 190-en viszont most javít. Tehát az a veszély már minden esetre nem fenyegeti, hogy kiesik. Szinte lekopírozta az előtte levő versenyzőt. Annyiból könnyen vette fel, viszont dinamikus felvétel volt, de ez is elő lógott. Következik Bulut Sunai, Törökország, harmadik gyakorlat. Felkészül Fjodor Kassapu, Szovjetunió. Bulut Sunai, Turkey is called, Szorzatem. A világbajnoki újonc következik, Fjodor Kassapu, aki 1963-ban született, tehát 27 évesen került be először a szovjet csapatba, biztos voltam vele, hogy belefejel egyet az ajtófélfába. Eddig bejött neki, szó se róla, 157,5-el nyerte meg a szakítást. 192,5 az első fogása a lökésben. 192,5. Egyre jobban közelítünk a két mázsához. És egyre jobban érvényesen a rudnak a rugója. Itt nagyon könnyen vette fel, érzik, rugózik a vége, meglöki, de van tolóerő is, úgyhogy nincs probléma. Ami azt jelenti, hogy 350 kilóval Fjodor Kassapu át is vette a vezetést. Ebben az esztendőben ennél többet is lökött már, tehát a gyakorlatot elnézve is lesír róla, hogy van még benne, ami azt ígéri, hogy éles lesz, nagyon éles lesz itt a végkifejlet. Ahogy ezt persze megszoktuk az elmúlt napokban, vagy az elmúlt években is, már semmit nem adnak ingyen, egyetlen egy fogás sem, egy fél grammot sem. Vasily Alexeev
két jó lökés van már mögötte, 192,5. 5 kg-ot ugrik. És ezzel az 5 kg-mal a román Socacira megy, testsúlyával őt előzheti meg, könnyebb testsúlyával, de a románnak még lesz két fogása hátra. A két bolgár között is folyik persze egy pár viadal. Ha megcsinálja, akkor 2,5 kg-mal megelőzi Jordanovot. Ha nem csinálja, akkor 2,5 kg-mal lemarad tőle. Ez egy borzalmas nehéz felvétel volt. Ujja alatta maradt, igazította. Most jön a nehéz dolog, amikor meg kell tolni. Igen. Nem is maradt hozzá ereje, úgyhogy hiába ígérte, hogy Jordanovot meg fogja verni. Ez nem sikerült neki, hiszen 187,5-lel fejezte be. Ez a fiatalember bőven van még ideje persze mind a két bolgárnak, hiszen ebben az esztendőben is még ifjúsági korúak. Tehát 340 az érvényes eredménye. Jordanov 70-es, Vasil Vanev pedig 72-es születésű, tehát akárhogy nézem, ugye ez 18 esztendős ez a fiatalember. Ellentétben például Kassapuval, aki 27 évesen lett először válogatott. Hát nem akármilyen hidegi lelki teher lehet most ezen az észak-koreai versenyzőn, aki hát nem titkolta, hogy még a nyerést is el tudja képzelni, az első helyet is el tudja képzelni. Tavaly harmadik volt, itt a szakításban harmadik volt, és most könnyen lehet, hogy ezért nem jut neki összetettben érem, ha nincs meg az utolsó 195-nél a kezdőfogás. Hát minden esetre nem szeretnék a helyébe lenni. Ez egy olyan gyakorlat, két rontott gyakorlat után harmadikra kimenni, hogy egy dinamikus lökés kellene, de közben vigyázni is kell, hogy azért mindenre. Szóval ez egy ilyen borzalmas, ellentmondásos érzés. Most kéne kivetíteni a gondolatait. Az minden esetre. Kiesett. Az minden esetre biztos, hogy a súlyemelők kétszer halnak. Igen, szóval a kiesés, két mondat. Borzalmas dolog, hogy felkészül edzőtábor, vagy gyötrődik, lefogy, mindent megcsinál, és kijön, és azt mondják, hogy mit tudom, 6-7-es felkészülés, felejtsd el, ez semmi nem volt, minden gyötrelem ellenére. És az ő esetében ráadásul még eljön Észak-Koreából. Még jó, hogy szegény Messi Pista csak innen Tatáról, de hát ez nagyon keserű humor, tudom, érzem. Hát akkor most már csak ketten maradtak, Fjodor Kassapu és Andrei Socaci. Kassapunak még két fogása van, és a román fiúnak egy. 197,5, ez a második gyakorlata. Ezt az évet nagyon jól kezdte Kassapu, mely szemben a kék kardok viadalon megnyerte azt a versenyt, és ennyit lökött rögtön az év elején. És minden feltétel neki kedvez. Könnyebb testsúly, nagyobb szakítás, és könnyű felvétel. Ilyen könnyű felvétel. A rugót elkapja, ezt kell nézni, hogy és elkapta. Ó, de röviden. Megáll. És ennyi. Ez csak innen ennyi, bevúrul azért egy kis
Hát azt hiszem, Alexeev egy kézzel csak úgy játékosan, mint valami kis babát, fölkapja, lógatja a levegőben, úgy látszik eléggé elégedett vele. Hát talán már megjósulhatunk valamit. Ez a Kassapu pillanatról pillanatra közelebb kerül ahhoz, hogy 27 évesen világbajnoki újoncként, világbajnokként távozzon majd innen Budapestre. Érdemes volt nézni, hogy mennyire rövid úton, mennyire gazdaságosan mozgatta meg ezt a közel két mázsás vas tömeget. Most pedig 200 kg-ot kérnek, ez lesz a VB első két mázsás fogása Andrei Socacitól. 155-öt szakított, és mivel csak két mázsát kér, ez azt jelenti, hogy a világbajnokság eldől, hiszen 155 kg-ot szakított a román, és erre, ha 200-at lök, az 355 kg-ot jelent, és ugyanezt a 355-öt megcsinálta már Kassapu. Igen, általában ilyenkor mondanák azt, tehát aki mondjuk nincs benn a berkekben, hogy miért nem megy 202-re vagy többre. Itt 2,5 kilóval iszonyatos nagy különbség, tehát egy 2,5 kilóval több súly érző is, hogy mire képes. Igen, de hát ugyanakkor hátulról viszont nincs veszélyeztetve, tehát a második helye megvan. Hát igen, kellett. Persze, megvan. Hát jó, azt is értem, hogy irreális dolgokra ne vállalkozzunk, hát, főleg akkor, hogyha két mázsából is csak ennyit lehet kihozni. Kérem szépen, egy új világbajnok, hasonlóan az elmúlt napokhoz sorra rendre új világbajnokokat avat Budapest. Vasily Alexeev csapatának tagja Fjodor Kassapu, a 75 kg-os verseny győztese. E pillanatban 355 az összetett eredménye, és ehhez még hozzá szeretne tenni egy ötöst, legalábbis ennyit jelentett be. Tehát 202,5 következik majd a verseny utolsó fogása, ami azt jelenti, hogy 360-nal zárhatná. Mindig a 75 kg-ban versenyzett, 164 cm magas, nem nagyon sokat fogyaszt, a Dinamo Kisinyov versenyzője, aki 11 éve foglalkozik a sporttal, tehát meglehetősen későn kezdte, mint ahogy mondtam, 27 esztendős. 5 éve van ott a szovjet válogatottban, de ahogy visszaemlékszem rá, eddigi legnagyobb vívmánya az volt, hogy az egyik világversenyen, mint csapattag bekerült a válogatottba, aztán tartalékként nem szerepelhetett. Megint az a speciális falvaverés, eddig bejött neki. Erő szempontjából feltétlen benne van a 202 fél. Össze tudja szedni magát, majd miért ne szedni össze magát, megnyerte a világbajnokságot, ez ilyen ráadásként megtenni. Hát talán éppen ezért, mert végül is ez is elképzelhető, hogy feloldódik, kienged, kilazul, már nem tud odafigyelni. Hát majd most meglátjuk, hogy ő melyik csoportba tartozik, a Kassapu. Igen, lendetes felvétel. Most, ha rugod ki, használja, mert miért ne használná ki, és megmutatja azt, hogy nem véletlenül nyerte meg a világban. Köszönjük neki, élvezte, eljátszotta, amit itt ma el lehetett játszani. Taktikailag is nagyon föl volt építve minden, és ez világbajnoki aranyérmet jelentett Kassapunak. Első helyen zárta a verseny. Kedves vendégeink, hogy a verset követő eredményhirdetést is tiszteljük meg a figyelmükkel. Köszönjük. Our competition has finished, but we would like to ask our dear guests to wait until the end of the victory ceremony after the competition. Thank you very much. Kassapu teljesítménye 360 kg.
Kedves nézők, a lökésben is Kassapu természetesen az első, Socaci és Vanev előtt. Az összetettben csupán annyi a különbség, hogy a harmadik helyre a másik bolgár Jordanov futott be 342,5-lel. Minden esetre figyelemre méltó ez az óriási különbség. 15 kg-mal verte meg Socacit Kassapu, igaz, az észak-koreai kiesett, miként sajnos Messi Pista is. Köszönjük már a figyelmet! Holnap nem lesz verseny a világbajnokságon, két nap múlva találkozunk újra. Jó éjszakát!